neked válogassál belőle. Hát megnéztem, ez is jó, ez is jó, ez is jó. Tudod, mit mondom, én nem tudok itt kiválogatni, elviszem, majd kiválogatom, és ami nem kell, visszahozom. Soha nem hoztam vissza semmit, mert mind kellett. Azt mondtam, hogy ami nem kell, csak azt hozom vissza. Na most ez természetes volt, úgyhogy így, egy gyűjtő az így gyűjt. De itt van Szabó Vladimirnek a munkássága. Önálló múzeumnak kellene, hogy legyen. Itt van legalább a képei. Szabó Vladimir az a festő, 20-30 évvel ezelőtt Ratokfilm Imi azt írta róla, hogy ő lesz az a festő, akit még hamisítani se tudnak. Hát én akkor olyan jót mosolyogtam rajta, hogy dehogy nem olyan 4-5 milliós lesz egy képe, dehogy nem fogják hamisítani. Hát próbálják. Nem tudják. Ha megnézik ezeknek a képeknek, sajnos nem túl jó a világítás. Én azt szoktam mondani, ez a puha színvilág, ez a puha világ, ez a kissé ködbehajló világ, ami ködbeveszi ezeket a képeket, ennek aurája van, ezeknek a képeknek aurája van. Ezt az aurát az hamisító nem tudja megfesteni. Egy-egy figurát jó le tud festeni, egy-egy figurát, ami ki is róg a képből, de ezt a aurát, úgyhogy teljesen igaza, hogy Kratokfilm Iminek nem tudják. Miért nincs a köztudatban ennek az embernek? Hát mivel a világ egyik legjobb rajzolója, és itt van eldugva a teljes életmű, és nem tudjuk bemutatni 5-6 terembe a grafikai anyagát, meg 3-4 terembe az olajképeit. Attól még lehetnek köztudatban ennek? Hát ott van, valahol azért ott van, hát lexikonokban mindenben ott van, csak azért nagyon nyilvánosság kéne neki, meg be kéne mutatni. Na most nézd, így nem lehet bemutatni képeket, meg hol az a 600 grafika, 30-at ki tudok rakni. 600 darabban ledobozva. Itt vannak lerakva, például az emeleten.